Hello, sziasztok! Jay-Z-Lak vagyok, ez itt a Subnautica Below Zero. Előző részben sok mindent megcsináltunk már, és ugye oda jutottunk ki, hogy gyémánt és magnetit. Yeah, az a másik, ami kell nekünk. Tervrajzokhoz, ugye gyémánt többek közt az üveghez, illetve Mixiójag. Plastacénrúd. Irányító szoba szemmagasságú kijelző csípjéhez magnetit kell. Ezek megszerzéséhez, amire szükségünk lesz, az ez a lézervágó. Pontosabban a magnetit megszerzéséhez. A lézervágóhoz viszont kell gyémánt. Tehát először gyémántot kell keresnünk. Ahhoz viszont, mert az mélységben van, érthető módon, ezért légvisszanyerőt kell építenünk először. Ahhoz már össze is szedtem itt a dolgokat. És 100 méteres mélységnél nem ugyanabban a tempóban fogy a... Élvezze a szabadságot. Na, le is mondta nekünk, tehát hogy a nagy mélységekben problémát okoz nekünk maga az oxigén megszerzése, úgyhogy nem megszerzése, csak a használata sokkal nagyobb tempóba megy. Ezért csináltunk még egy maszkot, illetve én akarok csinálni még az eszközök felszerelésből nálunk még egy tartályt. Most már fejlettebb tartályunk van. Úszó növény inda kell nekem. Kell titán. Igen, ezüstön titánom van. Üveget kell még csinálnom, tehát ez pedig kristály kell. Jó. Azt mondja, hogy igen. Igen. Ez a rostháló, pedig ilyen rostháló kell. Van rostháló, akkor azt meg tudjuk csinálni. Igen, illetve üveg kell kettő. Üveg és üveg. Nagyon jó, akkor most a felszerelésben a kicsi. És a... Elhasználtam a titánomat, igen. Nem az felszerelésből, a nagy. Jó, lépünk, és azt mondja, itt van a másik tartályunk, ki lehet cserélni a két tartályt, és feltöltjük azt is. Jó, lámpám az itt van, itt. Oké. Jó, meg is vagyunk. Ezt a sok gyártási dolgot, ezt én kiszedegetem onnan. Illetve ezt a... Ugye az amáncozott üveghez is kell a gyémánt, azt kiszedjük. Igazából nekünk ez a kettő dolog van, amire szükségünk lenne, ugye a mélység, ez a szemkijelző, illetve a hajónak a mélységi modulja. De mindezekhez ugye egy gyémántra van szükség. Ezt akartam berakni, javító eszközt. Jó, na utcu neki, annyit teszünk még a jólétünk érdekében, hogy maxra töltöm a vizet. Mi? Na gyerünk. Azt mondja, hogy imánt. Ó, de szépen vezetek. Ó, gyönyörűen. Na. Kezdő kapszulától indulunk, ha nem lépek ki belőle mindig. Kezdő kapszula. És... Kezdő kapszulától kell mennünk délre, arra pont a bázisunk felé. Oké, remek.
Dél irányba kell menni a kezdő kapszulától méghozzá 380 métert, és utána 360 métert kell lefele úsznunk. Ez majd érdekes lesz. Ugye ezért hoztunk plusz palackot, illetve a kis motorunk is segíteni fog a haladásba. Ó, szegény halacskák, csattam meg itt szét rajtam. Ennyire vagyunk. 200 méter. Ugye ez az indás részhez kell mennünk. És ott kell majd leúsztunk nagyon-nagyon-nagyon mélyre. Ugye a mélységi modulunk nincs még, ezért túlmentem. 180. Jó, itt. Itt kell lefele menni. Ezen a ponton. Tápol így túszkál mellettünk, nagyon jó. Utána meg lebújni a pakis lukba. Arra figyelve, hogy ő csak ugye 150 méterig tud lemenni. Igen, ott van egy platform, azt már kivítettem. Mi volt ez a cápa támadt meg, vagy? Igen, ott a cápa. Ó. Ó, de jó. Kocsika, de egy kicsit elébb kell menjek. Jó, békén hagysz most már. Jó, kijövök ide. Oké, itt kijövünk egy kicsit. Begyógyítjuk ezt a hajót, mert sikerült leamortizálni, és utána elkezdünk lefele úszni. Jó, beszállok, feltöltöm a palackot. Jó. Kis motor és nyomás lefele. Vannak itt ilyen árkok. Ott. Nem maradtálsz. Hamarabb felúszok én onnan. Jóban már megyek már. Idegesítesz itten. Egy alteroicsi. Miket nem talál az ember itten? Ó, micsoda mélység. És gyönyörű, kék, szép színű. Jaj. Ott a gyémát. Már meg is van egy. Nem jut utánam senki? Oké, akkor itt gyorsan szétnézünk a padló szinten. Vannak itt oxigéntöltők, nagyon jó. Hol vagy? Nem az. Itt láttam valamit. Gyémánt. Itt rengeteg van. Látom. Csöndben. Burkolózva szedegetünk. Látok többet. Van. Ott is. Ez nem az volt. És van. Rengeteg van itt. Teljes kánoánban szedem össze a gyémántot. Nem tudom, mennyi van már nálam. Mennyi hely van. Nem sok hely van. Lehet, rá is hagyom. Elindulok vissza a park. Szóval fele menni. Annyit csinálunk, hogy üzemanyagra így. Biztosan fölérek vele. Jól van, tudom, hogy nem hagyom itt. Na, nem harapunk. Kapszula. Jó, gyémánt meg is van.
Jó van már, ne idegeskedj. Üzök már innen elfelé is. Jaj, anyám borogas, mekkora nagy dög ez. Hol tudok itt kimenni? Ott. Ott. Föl. Na, megvan a gyémánt. Ez sok mindenhez kell, többek között ugye kell nekünk egy lézervágó. Ami pedig a kis mentőkabinunktól kelet irányba van 460 méterre. Igen, a tervrajzot meg kell keresni. Ott a kapszula és a kelet irány az... Arra van kelet? Kapszula. A kapszula, és innen számított kelet irány. Arra kell menni. Arra kell menni, és ugye ezeknek a majmoknak a fészkét kell megkeresni. Ők gyűjtögetik be ezeket a roncsdarabokat, és bizony ott begyűjtötték nekünk a lézervágónak a darabjait. Nyit, 460 métert kell jönni keleti. Ha, itt lesz az. Ez 40, még tovább. Öld növények után. Belefutni, itt jégcsapok vannak. Valahol itt kell lenni egy más résznek. Kelet irány, itt lesz az, itt van ilyen. Érdekes kis platformos rész. Kicsi jövünk. Eszkennelgetjük a dolgokat, mert itt vannak. Aha, itt van egy iránymutatónk. Mit mutatsz itt? Arra. Ösvénykutató eszköz. Ha. Ki lehet építeni ilyen útvonaljelzőket. Jó, felvettünk mindent. Néznem. Itt van, itt van a fészkük ezekbe az indás területekbe. Van bent a fészek, ide mindig kapszulába jövök le, de mindig össze-vissza töröm szegényt. Jó. Szerintem itt is vagyunk. Szuper. Itt is van az egyik. Lézervágó töredék. Nagyon jó. Másikat kell még megkeresnem. Üres a másik palackom. Hoppá. Ja. Csát, ezt... De kettő tele legyen. Jó. Na most már mehet. De kettő palackom tele legyen, hogy... Veszély esetén vissza ki tudjak jönni. Jaj, robbanós halak. Igen, hol van a fészketek? Ott van egy. Meg is van. Meg is van. Ez benne, nem? Jó, megvan a lézervágó töredék, harmadik. Meg is van a... tervrajzom. Meg lehet csinálni és el lehet menni... magnetitért. Ja, ott van. Na, hova lett? Az előbb még itt volt, órom előtt. Jó. Szuper. Valahol itt jöttünk be. Gyengetek. Hello, nem akarok neked menni, úgyhogy
Haladja. Jaj. Na, nézd már. Oké. Kicsit szűk volt rá, de kifértek. Jó. Hol a bázisunk? Arra van a bázisunk. Jó, visszamegyünk akkor a bázisra, és megcsináljuk a lézervágót, és felmentünk magnetitért, és akkor már meg tudunk mindent készíteni, mindent el tudunk gyártani, amire szükség van, és fele orientálódjunk. Jó, tehát akkor megmutattam a lézervágót, megmutattam a gyémántot, és legyártjuk a lézervágót. Sok helyen lehet majd használni a lézervágót, érdekes dolgokra képes. Ne szaladjunk előre. Jaj, a lámpáját kikapcsolom, mert kis nagyon zabálja az áramot. Hogy állunk? 87. Ez már üres is. Jaj. Jó. Akkor azt mondja, hogy... lézervágó, mi kell hozzá? Energiacella, arany. Arany, nem arany. De hogy arany? Kristályos, én, úgy nem fér be annyi. Eszközökből... lézervágó. Szuper. Nagyon jó, ez is megvan. Illetve a... is veszem a stából. Hanem azt nézem, hogy a... ahhoz magnetit be. Jó, ahhoz viszont van... van minden, a plasztacénrúd, illetve a zománcozott üveg. Ahhoz kell titán. Igen, gyémánt ott le. Titán. Kell kristály. Mondd, hogy nincs kristályom. Van kristályom. Hoztam. Annyit hoztam. Aha. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy kell ilyen. Titán rúd, és abból csinálunk titán plasztacénrúdat. Igen. Plasztacénrúd, igen, és kell meg. Igen, a kapu van zománc, ott üveg. Kettő kell belőle, oké. Oké, akkor még egy üveg. Még egy zománcozott üveg. Igen, és akkor a... na, most már végnyomkodtam minden gombomat. Ezt itt tudom legyártani. Írom. Nem, bocsánat, nem. Még nem tudom legyártani, ahhoz kell a magnetit. Fejlesztések, teherhajó, fejlesztés, teherhajó mélységi modul. Jó, az megvan. Egyszerű. Ezeket kikapcsolom, ezt is. A mélységi modulot is kikapcsolom, most már az. Hol van? Ja, itt van. De a mélységi modul, az is le van. Jó. Töltünk föl ételt, vizet. Mindent, illetve ezekre a nyersanyagokból fogok lerakni magamtól. Bármi probléma van, ne vesszenek el lehető. Igen, ezek a tárolók is már tele lettek hordva. Na, itt még van hely. Oké, a modult azt rakom. Jó. Jó, szerintem el is mehetünk.
Azt mondja, hogy az energiacella oda, akkor itt van a fejlesztés. Rész ígyni. Szuper. Jó. Eddig meg vagyunk, most kell a magnetit. Azt mondja, hogy délnyugati irány. Délnyugati irány. Ott a kezdő kapszula. Ezeket a izéket kikapcsolom, bocsánat. Ez. Jó, kicsit kevesebb van, hogy már szóval kapszulától délnyugat irányba kell 800 métert elhaladnunk. És keresnünk egy olyan jéghegyet, aminek az alja üreges, az alja lukas. Ott kell bemennünk. 800 méter, jó messze. Elbandukulunk a bázisunktól rendesen. És 43 energiacellákat csinálnom kell, illetve energiacella töltőt is, mert úgy néztem, hogy az elem töltőbe nem lehet belerakni az energiacellát. Na nyilván másik valami épülete van, amiben fejleszteni lehet. Úgyhogy mindenféleképp akkor olyat gyártanom kell. Igen, na itt jönnek a hegyek. Ó, de nagy vagy, anyám borogas. Aztán nem ez az első, hanem a második. A medúzák. Na mennyire vagyunk a kapszulától? 870, hoppá! Túl jöttem. Na melyik lesz az? Egy üres kamra érzékelhető. Kapszulámból javító eszköz, hoppá, valíz. Lézer. Igen. Ott, oda kell mennünk. És egy léket vágunk a jég egy közepének az alján. Teljesen jó. Szépen vágja körbe a lézervágó. Nagyon jó grafika. Ezt nagyon jól megcsinálták. Tényleg látványos és... Igen. Valahol ki tudok jönni? Itt oké. Aztán le. Nem raktok bele. Én nem raktok. Így né. Szuper. Gyémánt, magnetit. Nagyon jó. Ez mi? Ion kocka. Ez már valami idegen technológia lesz. Na nézzük a lámpafényt. Látunk. Korony, íme. Nem fázunk, hiszem, hogy... Pont olyan a hőmérséklet, hogy nem is fáj. Körbe is értem? Ennyi volt?
Hirc delír. Ó. Aha, ez nem lehet lézer. Itt valami fúrógép kell majd. Jó, már levettem róla nyugiban. Nézzük, van-e még itt ilyen érc telér? Nem, az az egy volt. Jó. Oké. Megvan a magnetitünk. Nem tudom, mennyit szedtünk össze egy-ketten. Ötöt? Ötöt. Jó, nem is kellett a palacka ezek szerint. Irány lefele. Rangyosak ezek a medúzák. Jó, hol a bázis? Oké. Oké, megvan. Megvan. Ezt gyorsan. Fél óra alatt megcsináltuk ezeket a dolgokat. Most már kifejleszthetjük a... ezt a szemkijelző csippet, ami a szkennelő épületünk kell kombinálva. Elvileg látnunk kellene mindent, amit ő talál. Ami nagyban megkönnyíti az alkatrész darabok összegyűjtését, illetve nyersanyagok begyűjtését. Úgyhogy az már nagyban fog segíteni ahhoz, hogy haladjunk tovább. És akkor még lehet egy kicsit felfedezni itt a környéket, hogyha már ilyen jó állunk időben. De haladjunk sorba. Elvileg ugye azért kellene ezt a alkatrész darabokat megtalálni, meg kellene nekem az energiacella töltő, mert így csak gyártogatni tudok energiacellákat. És ez a kis hajócskám, ez lassan kezd lemerülni. Most szállják ki. Na most szállják ki. Elcellám. Oké, ott már a másik. De jó. Még volt egy energiacella nálam, egy tartalék. Welcome aboard, Captain. Most már üres. És ezt itt nem lehet. Elemet azt tudom. No. Nézzük, hogy kell nekünk. Részvezeték táblakural, illetve rész. Igen. És veszek magamhoz. De. Rakok le. Ezt is, ezt nem tudom mire való, úgyhogy berakom. Én. A vizemet meg is iszom, ne foglalja itt a helyet. Jó. No. Szóval, részvezették. Mikrochip. Igen, és azt kell itt csinálni. Az előbb ezzel kavarodtam meg. Irányító szóval szemmagasságú kijelző csipje. Jó. Ja, be is rakta nekünk. Akkor ezt nem oda kell rakni, ezt magunknak kell berakni, mert nekünk kell látnunk azt, hogy ő mit csinál. Oké. Oké, vágom én. Sebesség, hatótávfejlesztés. Na az... öfi. Igen? Na ezt kell berakni ide. Mi? Azt mondja, hogy... töredék. Ezt kell neki. Ezt kell neki. Igen? Ott van!
Na, ezt megnézem. Ezt megnézem, hogy ez hogy működik. Kis motorommal. Ó, hát itten. Már dúrja is befele őket. Hát ez így baba, hát ez így nagyon jó. Hát ez így nagyban, nagyon nagyban megkönnyíti a dolgomat. Jó van, azt hittem mélyebben van lent. Tudom, hogy ezek már nem kellenek igazából nekünk. Azért kell őket fölvenni, hogy pontosan ez a szkenner már csak tényleg olyanokat mutasson meg, amikre szükségünk van. Ezért hogy mindet meg kell keresgetni. És föl kell szedegetni, hogy utána már tényleg az értelmesebbjeit is. Vagy akkor ne kavarodjunk bele, hogy ez a jelzés, amit látunk, az minek a jelzés. Ugye oxigén van töltő. Nem tart, elemes. Mindig. Húzunk ki, mint a vadliba, mert én most nem végtelen palackunk van. Jó. És tud töltődni. Oké. Ez nagyon jó. Jó, hogy ebből veszek föl titánt. Aha, tele is vagyok. Hűha. Értem. Oké, hát ez nagyon jó, azok a nyersanyag töltés is egyben. Motort vedd már elő, koma már így. Soha nem érünk a végére. Jó, nagyon jó. Ez szuper, ezt kipróbáltuk. Ez nagyon jó. Oké, megnézem, van-e még egyáltalán tárolóm, amit be tudok pakolni. Oh, ez még üres. Jó, az... Nem, az sem. Ezeket veszem innen, és ezt így berakom. Jó. Oké. Oké. Az is megvan. Nagyon jó. Szuper. Szerintem nem kell. Az sem. Ravi csapda. Persze. Üveg, titán, kamera, drón. Lehet keresni a drónnal, hogy az micsoda, és akkor tudunk előle dolgokat csinálni. Érdekes. Jó. Jó. Azt mondja, hogy nekem most olyan kéne ellenes. Ő. Szóval azt mondja, hogy meg tudjuk csinálni ezt a fejlesztőt is. Chip kell, megint kell ránt. Igen. Meg kell ólom. Igen. Igen. Megint chipet kell csinálnunk, ahhoz megint van rész kell a vezetékhez. Igen, és nem tudom, hogy voltam csip, ami kellett hozzá. Táblakon. Jó, azt mondja, hogy részvezeték, illetve, na, arany. Igen. Szuper. És azt viszont az építővel tudjuk megcsinálni. Nem lámpa, építő. Hú, ezt a szkennelős dolog, ez nagyon jó, de ez most már zavar.
Így eltűnik. Eltűnik. Jó, oké. Valahol ide berakjuk ezt a gyönyörűséget, ha megtámolva. Ez. Na ebbe lehet továbbfejleszteni majd a módosító állomás. Oké, na nézzük, mi van benne. Őpenge. Ne is tudom csinálni. Király. Nagy kapocsal ismeretlen összetevő, ezt tudom. Teherszállító hajó mérségmodul már, ez már a hármas. Elhoz egy kettes, három nikkel és... Jaj, csoda, kianit. Oké, olyasmi. Nem tudom, mi a plasztacénrudat sem. Vagy a plasztacénrudat, azt tudom. Hajó mérségi modul 2. Ja, itt tudom a kettőt is csinálni. Aha, Rubin. Nagyon jó. Szománcot, szerszámított modulva 1-es, igen, szintetikus szál, oké. Jó, tehát ilyen Rubint és kianitot kell majd keresni legközelebb. Oké. Jó, és van még egy feladatunk. Ez egy legfontosabb feladat. Ó, itt meg be se fejeztem oda. De jó. Kávé. Arra tudom rakni, nem az asztalra. Na, na jó van, legyen ott akkor. Koszos babvíz. Veszedje, koszos bab, jobb víz. Mi kell hozzá, azt nem tudom. Azt, hogy kitalál, megnézzük, hogy... hogy mi kell hozzá. Ezt leveszem meg, ezt is. Hangüzenőt adatban. Technológia, személyes kutatás, technológia, energia, eszközök, zenedoboz, élőhely, élőhely építő, külteni, módosító, naptalán, jármű, minden környezetben használható ruházat. Fú, lesznek itten még igencsak érdekes dolgok. Érztelér, kristályosodott kén, igen, azt találtunk. Idegen eredetű adatok, tömb modul, őshonos életformák, állatvilág, húsevő, növényvilág, szárazföldi, vízi, altera hírek. Hú, térképek. Igen, ez az a térkép, ami nekem nem sokat mond. Valahol általában itt zuhantunk le, és itt jöttünk be, és valahol itt ért földet a kapszulánk. Valahol itt. Ugye ez az a sziget szerintem, ahol a hölgynél voltunk, és itt van még egy valami, erre messzebb még valami. Még azon a szigeten túl még erre messzebb. Tehát akkor erre nem sétálok igazából a területről, hogyha ott nézek. Nem találom a kávéfőzőt. Hogy kell kávéfőzőt használni? Eszközök. Ásványjavít ez. Zenedoboz, az bezeg itt van, de a... Eteményesek, kaspók, napelem. Jutéri veteményesét a fel. Ez vagy már mind használom, tehát olyan kellene, amit nem használok. Jellemes sikló, igen, ez a járműkészítő, illetve a terszájtó hajó, hát itt sincsen több. Bioreaktor, élőhely. Jó. Hát, oké, a buli szobánk az még igen csak kezdetleges. Hoppá, nem erre, emelre. No, hát szerintem ezt a részt nem is nagyon húzom tovább, hogy ez tényleg erről szóljon, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet megszerezni. Két palackkal összehoztuk a lézerfúrót, összehoztuk a gyémántot, a magnetitet.
És akkor ugye ezzel be tudtuk üzemelni a szkennerünket, hogy a szem jelzőnk is jelezze, amit ő talál, és ezzel ugye nagyban megkönnyebbíti a tervrajzokat és nyersanyagok, érceknek a beszerzését, illetve ugye meg is növeltük a hatótávját. Ugye kellett ez a légvisszanyerő maszk is, ez is fontos, ugye a lézervágó. Jó, hát szerintem ez a része ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Iratkozzatok fel, ne maradjatok le a folytatásról, és jó játékot mindenkinek. Vegyétek meg ezt a játékot, nagyon jó, nagyon szép, nagyon jó kis dolgok vannak benne, láttátok, hogy borzasztó sokat lehet bandukolni, keresgetni, túlélni, hideget, a vizet, mindent, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó játékot nektek, sziasztok!